Oké, ez a mai falat, ez elég cukorfalat. Ördögi egy valami, hm? Van ennek helye? Tehát ez így működhet? Csak azért venné telefont, hogy gémelj rajta? Nem elég egy sima telefon, hogy gémelj rajta? És a legújabb iPhone szerintem futtatja az összes játékot, aminek kell mennie egy telefonon. Hallod, én visszaküldeném, hát ez lyukas. Ez nem jó. Most nem mondom azt, hogy nem jött jól, de... Nézzük, figyelj. A való világ 10 egyik játékosaként ismerhette meg az ország, már a villában is megosztó személyiség volt, de amióta kijött onnan, botrányra halmoz, legutóbb a mesztelen képei kerültek fel az internetre. Szörnyi. Vendégem VV Merci, azaz művész nevén Cédesz, engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja, azon. Miért nem csak simán Ventének akkor? Ha már a Cédesz, az lehet Mercedes. Botrányosan rossz lesz. Miért jelentkeztél a való világban annak idején? Tehát nyilván volt valamiféle indítatás benned a szereplés iránt, gondolom. Hát én azt tudni kell, hogy én nagyon vonzás törvénye fan vagyok, meg minden szerint élem az életemet. Azt a kurva. Ezt nem akarom végignézni. Vonzás törvénye fan vagyok. Ő egy olyan típusú ember, aki minden nap leír egy papírra, hogy legyen pénzem, meg egy gazdag pasim. Hogy a VV4 ment, és így ültem, és mondtam a nővéremnek, hogy mondom, Barbie, én egyszer benne leszek, meg úristen, hagyjál már. Jaj, látta Baukó évet, meg az Alekoszt. Aztán betöltöttem a 18-at, és az utána való évben indult ugye a Való Világ 10. szériája, ahol engem felkerestek. Felkeresték? De mi van, egy ilyen fórum az interneten, ahol buta emberek között lehet keresni? Mi mondjuk a Facebook? Jelentkeztél valami másik műsorba, és akkor az alapján, vagy az Instagramon találtak rád, hogy mi volt ennek a metódusa? A TikTokon. TikTokon talál. Ó, hát persze, hogy a TikTokon! Előtte volt egy Anikósós ilyen TikTokos adás, és akkor szerintem az alapján volt meg nekik a telefonszámom. Ja, hogy ő már volt egyszer egy... Úristen, azt meg kell néznünk! Népszerűséget vágytad tulajdonképpen? Gondolom, a TikTokot azért csinálhatod, gondolom, hogy ott is megmutasd magad. Igen. Nem tudom, milyen videóid voltak ott akkor. Na, csak ez a tátogós, tehát, hogy ez a... Látták rajta, hogy még a tátogás se ment neki, és gondolták, hogy ez tökéletes. De a rap volt, amire vágytál, hogy rapper legyél esetleg? Vagy mi volt az, amiben te... tehetségesnek érezted magad annyira, hogy megmutat. Hát, mert ő olyan nagyon jó szövegeket képes írni, hogy valóban ki kell adni magában ezt a sok tehetséget. Még jobban vidék, mint Esztergomban. Elnézést. Nyilván Esztergomban nőttem fel, aztán végül visszamentem. Iskola, ahol a két bátyám is kijárta az asztalos szakmát. Wow. Oda mentünk. Egy normális ember kíváncsi a VV Mercedesnek az élettörténetére? Ki a érdekel ez. Mit szóltál az elején ehhez a TikTokozáshoz? Annyira nem zavart, mert akkor még nem nagyon találkoztam. Larion a neve a tagnak! Letöltötte ő is az alkalmazást, de soha nem kapott annyi lájkot a videóira, ez mint párja. Az... Akkor így lehet? Aha, és szoktál neki ebben segíteni? Nem. Egyáltalán nem? Nem, játsszuk addig. Téged ez egyáltalán nem érdekel? Nem, utálom. De akkor zavart? Játszik addig. Vajon ő regisztrált már a Flagsheet-re, srácok? Ingyen pénz van innak? Hát akkor regisztrálok a leírásban lévő linken, és nyerek egy kést is, úristen! Még a Musical.ly-vel kezdtem körülbelül 4 éve. 4 éve? Igen. Ez kemény. Az észbontokban is feltűnt. Mi? Komolyan? Hallod? Na, azt is meg kell néznem. Hát majd. Igazából meglátok egy zenét, és akkor arra. Tátogsz? Igen, meg táncolok, meg minden. Uh-huh. Mennyi idődet veszél ez egy nap? Hát a videók nézegetésével el tudok tölteni akár több órát is. Csak hogy más videóit nézegeted? Igen, csak így nézegetem. Inspirálódás céljából? Hát nem, csak hogy nevetek rajtuk, meg ilyenek. Aztán... Mekkora small talk amúgy, ez a világ legunalmasabb beszélgetése. Hát én mit szoktál csinálni? Hát szoktam így levegőt venni, meg nem tudom, ülni. Ha én hallottam már a zenéjét, de megnézhetjük. Most ez újabb? Ez újabb? Úristen, mi a... Csak segg! Semmi mást? Úristen, bazd meg. Van probléma. Van OnlyFans-ja, és hát figyelj, atomfizikus valószínűleg nem lesz belőle, szóval azzal a pénzt nem fog keresni. Nem tudom, hogy az a réteg, aki mondjuk ő rá kíváncsi lenne, az mennyire fizetőképes. Ez amúgy nem is volt rossz. Azt hittem, hogy ez nem mondom, hogy tehetség, igazából csak isminkelte magát.
Azt mondta, hogy ilyen külföldiek is nézték. Azt szeretné, ha inkább több külföldi követője lenne. Hát a külföldieknek van pénzük. Édesnek hittem veled, mi keserű volt, de te voltál a lelkemen a legcsúnyább volt. Ó, Isten, ez szörnyű, ez olyan, mint a Forstner csengének a zenéje. Körülbelül. És én lerom cacsi, yeah. The way I used to. Yeah. Nem azt mondta, rappelni akar amúgy az előbb az interjúban, nem azt mondta? Nem kell többi dráma, adjunk mindent hátra. Úristen, szörnyű ez a zene, ezt kicsinálta. Monkey Town Music. Én azt hittem, hogy ő nem veszett még össze a GVM-el, de akkor tudja, összevesztek, mert a GVM egyszer csinált már vele zenéjét. Az ennél sokkal jobb volt. Az is szar volt, de ez klip is nagyon rossz amúgy. Tehát itt amúgy az egyetlen dolog, ami hát valakinek hozzáadhat a kliphez, az az, hogy látszik a segge. A legnagyobb bűnöm az, hogy szeretelek, most meg a legnagyobb célom, hogy én felecselek. Engedd el a kezem, ha nem szeretsz, engedj el. Ne játsz már többet velem, engem te. Engem te. Ó, bazzeg. Jó, ezt szennye, jó! Aki nem tud énekelni, miért próbálkozik veled a kajak? Nem értem. Az autotune is rossz. Hát ezek a való világos zenék általában nem sikerülnek jól. Ez az új VV Zsófi Rágó Gumi. De Rágó Gumi szerintem az direkt lett szar. Ez viszont nem direkt szar. Jó, de mondjuk ezt nem hallgatta meg senki. Most ez egy kicsit megnyugtatott, hogy ezen csak 31 ezer megtekintés van. Én azt hittem, hogy ez ilyen trending típus a dolog. Fú. Jó, a példa rá, hogy azért, mert szeretsz valamit csinálni, még nem leszel jó. Streaming platformok, vagy valami? Gondolom nincs. Na tényleg el kell engedni. Hova kell tekerni ahhoz, hogy szaftos dolgokat halljunk? Kapcsolaton belül erőszak vetült ki a képernyőm. Damn, micsoda mély vizekre elvesztük. Most szeretném egy kicsit őket megvédeni, legyen szó a Fruról, legyen szó a Renátorról. A Fru meg a Renátó. Az a jó amúgy, hogy vágom, miről beszélnek, mert az egész való világ tizet végignéztem. Szörnyű volt. De egy kicsit élveztem. Lehet, hogy ez a guilty pleasure-öm. De egy kicsit élveztem. Jó volt látni azt, hogy idióta nyomorék emberek vannak ott benne, és szenvednek. Lehet, hogy kicsit beteg vagyok. Mi teljesen máshogy éltük meg ezt ott bent, mint az emberek nyilván. Nyilván? Persze, már a néző mindent látott. Még azt is, hogy basztok. Jó, hát ez kurva unalmas. Ezt tényleg elengedem. És... Menj innen. Mehet a Counter-Strike Source? Hány ember jönne szorszozni? Itt amúgy azokkal játszottam, akik már regisztráltak a Fragsheet-re. Ajaj. Fogszapolok el tőle. Mettek? Szájt? Mi a faszom ez a fegyver amúgy? Valaki dob egy... Nem. Geci, soha nem fogok nyitni semmit. Soha semmit. Nem? Nem? Mit tetsz? Akkor valami mást. Hopp, az is jó. Ott már oda, geci! Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szójádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületben.